beszélni. Gábor, valami vélemény? こっちの方が100倍死にたい嘘だらけのダサ展開だろい数ヶ月のフェイクローブさぞかしい気分だったよね数人の相手をもて遊んでやり返しても意味がないの痛みが苦しい Közben elmondhatod, hogy mit csinálsz. Hogy mit csinálok? Mi történik? Éppenséggel differenciálművet cserélünk. Bencének a gépjárművébe egy hegesztett CO-s pert. KS2-utas CO-s pert. Raktunk most a kocsi alá. Abból az okból kifolyólag, mert letelt a kocsi motorjának a bejáratos időszaka. Bence úgy döntött, hogy olyan sok fölösleges pénze maradt ezután a projekt után, hogy igazából előről kezdeni az egészet, úgyhogy így bejáratás után rögtön kimegyünk szétrugni. De mivel ez gyári differenciálművel nem túl izgalmas, ezért, mert ugye VLSD volt alatta. Jaj, kérlek! VLSD volt alatta, most találtunk egy hegesztettet, már ott van fent a helyén. Már csak le kell fixálni mindent, aztán pedig megyünk ki egy titkos placra, a kis IS-200-ammal, ami ott van, a Skyline-nal, ami ott kint van, meg ezzel a piros színű szekérrel, és hát el fogunk füstölni egy pár szett gumit, hogy megnézzük, hogy működnek egyáltalán az autók. Mert hát legalább ezt vett föl amúgy, hogy nemes alkalomra szusis zoknit vettem fel. 20 föl? Azért az nem mindegy. Azt a mocskos! Azért az nem mindegy. Úgyhogy így is fog driftelni majd. Elhajtom. Aztán zsak. Igen. Úgyhogy ja, most még összedobjuk a kocsit, aztán megyünk ki szétrúgni őket. Na most, hogy így láthatjátok Bence mögöttem, most pont nem csinálja, mert szénázik. Az utolsó simításokat elvégzi, ami kötelező egy versenyautón. A benzinkutas ablakmosás, nagyon veszélyes a srác. Az a lényeg, hogy most, mivel nekem még nincsen bent most kompresszorom, mert szegénység van, kutyavilág, úgyhogy a benzinkúton fújtuk fel a kerekeket, és felfújtunk mindent, és meg is indulunk keményen a harcba. Most már Bence ki fog látni előre, de azt még nem tudja, hogy csak 90 fok entrybe fog közlekedni, úgyhogy igazából az első tök fölösleges. Hát ez az, így fogunk cuizózni már rögtön elsőre. Úgyhogy na mindegy, megindulunk, aztán majd mindjárt ömlik a gumifüst az esik hátuljából. Remélhetőleg nem a kuplunk perodó a füst, de mert ott még van egy kis netszesség, hogy csúszik a kuplunk vagy sem, de majd meglátjuk. Pörögni, és most kicsit így nosztalgikus érzésbe kijöttünk Bencével. És hát itt megnézzük most, hogy mennek a képek igazából. Semmi extra, csak egy kis munkázás. Ezzel munkázás adnak meg életet. Kis kerekek föl, nagy nyomáson, aztán hadd szóljon. Azt itt hagyjuk, ha lerohad, akkor itt hagyjuk a mezőn, azt majd értélünk, ha lesz kell. Maradni.
belső benyomások. Teljesen jó, csak ne csúszanak. Na most van az, amikor akasztják a hóhért. Az vezet, aki a kamerázni szokott, én meg kamerázok, aki vezetni szokott. Jézusom! Mit művel ez a csávó? 8-asok meg mindent. Közben a műhelyhez, mert hát igazából a saját magunk belátása szerint is befejeztük volna már hamarosan a napot, de befejezni kényszerültünk is, mivel volt egy kis rendőri beavatkozás így a pörgés végére, aminek egy 10.000 forintos csekk lett a vége, de tök jó fejek voltak a rendőrök, normálisak voltak. Ja igen, ott itt van a... itt van a díj. A díj, amit megnyertünk. DIY. Igen, két dologra mindenképpen nagyon jó volt ez a kis csendháborítás, kis móka. Egyrészt azért, hogy megint csak bebizonyosodja, hogy vannak tök jó fejrendőrök. Nem köcsög az összes rendőr, én az utóbbi időben csak jó fejjel futottam össze, ő is az volt. A másik jó dolog, a második jó dolog, ami kiderült, hogy Bencének mindenképpen meg kell csinálni a kuplungját, a Lexusnak pedig egy ilyen alsó lengőkarnak a kitámasztóját kell megszilentezni, mert mozog előre-hátra a kerék. Ez azért jó, mert így legalább nem tökölön a következő pályanapon derült ez ki, hanem most itt még előtte. Úgyhogy szerintem jót bulisztunk, olyan nagyon sokat nem voltunk kint. Igazából a gumiknak a negyede sem fogyott el, de jó volt egyébként. Ja, hát most ez egy ilyen kis rögtönzött móka volt. Én jól éreztem magam, de... Bence is jól érezte magát. Összetörte a... Figyelj! Büszkeségek. Még szerencse, hogy nem veszik olyan nagyon komolyan ezt a dolgot. Mert hát Bencus megkínálta. Kipróbáltam a kocsit. Nem baj, kell az. Úgyhogy ennyi volt mára. Köszönjük a figyelmet. Peace.